A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Albert Camus, francia, Nobel-díjas írót idézte beszédében Tóth Bence történész Bonyhádon a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Az író úgy tekintett a magyar nemzetre, mint aki példát mutathat a többi Európai Uniós országnak a szabadság kivívásában. A magyar kormány 20 évvel ezelőtt nyilvánította február 25-ét emléknappá. A független Kisgazda párt főtitkárát Kovács Bélát 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a kommunistákkal szembeni kiállása miatt, és vitték a Szovjetunióba. Itt 8 évet töltött fogságban. Ezért ez a nap 2000 óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Bonyhádon, az országzászlónál Tóth Bence, történelemtanár, beszédében hangsúlyozta, hogy napjainkban is fontos a kiállás az értékek mellett, hogy a múlt borzalmai még egyszer ne fordulhassanak elő. Már csak azért is, mert Európában, főleg a nyugati országokban vannak magukat kommunistának valló, hatalommal bíró pártok. A posztkommunizmus az természetesen van, ugye, hát reményeink szerint nálunk kevésbé, de igen, ugye azért a világon még elég sok olyan ország van, ahol ez a mindennapokban gyakorlatilag az emberekkel együtt él, akár gondolunk a jelenleg is diktatórikus rendszerekre, akár pedig ugye a nyugati demokráciákra, ahol akik ugye nem élték át azt, amit ugye mi, illetve ugye a szüleink, nagyszüleink átéltek itt Magyarországon. Ugye éppen ezért számukra a kommunizmus egyfajta szép ideológia, ugye magát azt, hogy az életre milyen hatást gyakorol, azt viszont nem ismerik. Ugye éppen ezért is kell nekünk erre is fölhívni a figyelmüket a nyugatiaknak is, illetve természetesen ugye a fiatalabb generációknak is, hogy ezt megismerjék, és hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő. Miből meríthetünk erőt? Egyértelműen ugye az akkori emberek tartásából, az, hogy ilyen körülmények között is próbálták azért megélni a hitüket, a nemzetszeretetüket, minden módon a felé igyekeztek. Természetesen ugye voltak itt is kivételek, akik, hogy ugye a szabadságot ismét elhozzák a nemzetnek, és ugyanez egy jó 40 éves küzdelem volt, de ennek ellenére végül is sikeres lett, és ez az, ami erőt adhat. Ezt követően koszorúkat helyeztek el az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői az emlékmű előtt. A rendezvény a szózat eléneklésével zárult. A nap hátralévő részében a Kolónia Alapítvány által szervezett terítéken közéleti beszélgetések, programsorozat folytatására került sor a helyi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A meghívott vendég Bajer Zsolt, író, publicista volt. Próbálkozom néha, hogy elmondjam a gyerekeimnek, hogy mi is volt az a kommunizmus. Nagyon nehéz. Mert nem értik. Tehát mikor megpróbálom elmagyarázni, hogy kisfiam, képzeld el, apuka úgy nőtt fel, hogy volt két útlevél. Volt a piros, meg volt a kék. A pirossal lehetett menni a testvéri szocialista országokba, kivéve Jugoszláviát, mert azt nem lehetett nagyon pontosan eldönteni, hogy hova tartozik. A kékkel meg lehetett menni három évenként nyugatra. De két útlevelet az ember úgy kapott, hogy beadta a kérvényt, ha még emlékeznek, még a házmesterre, vagy a háztömb bizalmival is alá kellett iratni, hogy ő támogatja, hogy én kapjak két útlevelet. Azt vagy kaptunk, vagy nem, és mi kaptunk, akkor egyrészt sikültozott az egész család, akkor fölvehettük a 30 dollárt, ha jól emlékszem, a keretet. Felidézte a kommunizmus áldozataira emlékezve a letűnt korszakot, de kitért Magyarország és az Európai Unió kapcsolatára is. Az Európai Unió egészére nyilván, hogy nagyon súlyos és komoly hatással van a Brexit. Hogy ezen belül közvetlenül van-e hatása a magyar és az uniós viszonyra, azt nem hiszem. Ránk annyiban van hatással, amennyiben az egész unióra. Az angolok kiválása nyilván, hogy rosszat tett az uniónak minden szempontból. Ugye ilyenkor idők elsősorban a gazdasági szempontokat említeni,
mégiscsak az Unió egyik legnagyobb gazdasága, mégiscsak az Unió egyik legerősebb hadereje hagyta ott az Európai Uniót, ami mindenképpen azt jelenti, hogy maga az Unió meggyengült. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon is egyre nagyobb azoknak a tábora, akik legalábbis elgondolkodnak azon, hogy az uniós tagságunk, ilyen csúnyán fejezzem ki magam, mennyit hoz a konyhára és mennyit visz. És most nem pusztán anyagi értelemben, hiszen mi még per pillanat az unió nettó haszonélvezői vagyunk, és nem nettó befizetői, bár azért ezt lehetne árnyalni, ezt a képet, de az biztos, hogy az a politikai irányvonal, amit ma az Európai Unió visz, és amely politikai irányvonalhoz mondjuk például a magyar kormányzó pártok párt családja is kezd csatlakozni, ez jelen pillanatban szembe megy a Fidesz-KDNP szavazótáborának a politikai ízlésével, szándékaival és akaratával. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy Magyarország uniós tagsága ma még, és valószínűleg ez a közeljövőben is így fog maradni, egész egyszerűen nemzeti érdek. És megint kétszer szeretném aláhúzni, hogy nem elsősorban, vagy nem csupán anyagi vagy gazdasági okokból, hanem a nemzet egésze szempontjából, lévén, hogy az Európai Unión belül ma Magyarországnak van a legnagyobb határon túli kisebbsége. És azért azt nem kell különösebb fantázia, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy ha mi kilépnénk az unióból, akkor az unióban maradó azon országok, ahol magyar kisebbség él, hogyan reagálnának erre, és hogy ez micsoda iszonyatos csapás lenne a határon túli magyaroknak, mint Szlovákiában, mint különösképpen, mondjuk például Romániában. Tehát, amikor azt mondom, hogy nemzeti érdek a bennmaradásunk, akkor én elsősorban erre gondolok.